Jó estét kívánok, köszöntöm a Sporthét műsorának nézőit. Mai hírblokkunkban elsősorban a Diák Olimpián szerzett kiváló eredményekről számolunk be, ezt követően pedig következzenek a rövid riportos beszámolóink. Az utóbbi 10 év legnagyobb létszámával rendezték meg Gyöngyösön a Dr. Fejes András sportcsarnokban a Diák Olimpia légfegyveres pisztoly és puskás versenyszám döntőjét. A helyszínen 43 lőállásban versenyezhettek egy időben a diákok, akik ezt kihasználva 550-en érkeztek meg a céltábla 10-es pontjának minél többszöri eltalálása érdekében. A város először adott otthont sportlövészetben Diák Olimpia döntőnek, korábban már volt felnőtt magyar bajnokság a londoni olimpiai évében. A tét most sem volt kisebb, csak a korosztály. Az általános és középiskolások versenyében is voltak kiugró eredmények. A heves megyei színeket 21 diák képviselte, akik egyéniben 2 aranyérmet, 1 második és 1 bronzérmet, míg csapatban 1 arany, 3 ezüst és szintén 1 bronzérmet értek el. Szűkebb hazánk sportolói közül kiemelkedett teljesítményével a 10 méteres, 20 lövéses légpisztoly kategóriában Barabás Bence, a Vakbottya János Katolikus Középiskola tanulója, aki 171 körrel ezüstérmes lett. Csapatban 2. helyet szerzett a Bottyános egység, Barabás Bence, Csorba Károly, Márton Bárdos Zétény 463 kort lőtt. A 10 méteres nyílt irányzékú légpuska 20 lövéses versenyszámában egyéniben és csapatban is taroltak a Bottyános fiúk. Egyéniben első helyezettet Barabás Bence, csapatban ugyancsak aranyérmesek lettek Barabás Bence, Tóth Ádám, Bárdos Zétény. A 3 fiú együttesen 480 kört teljesített. Ebben a kategóriában 3. helyig jutott a Kálvária Parti Sport és Általános Iskola csapata Sinka Norbert, Bóta Levente, Muszka Boldizsár 428 kört lőve. A versenyen számtalan külön díj talált gazdára, és összességében elmondható, hogy a gyöngyösi fiatalok és a VAMAV sportkör is mintaházigazdája volt ezen a napon az eseménynek. A helyszínen elhangzott vélemények alapján remény van arra, hogy a jövőben hamarosan újra megismétlődhet hasonló nagyságrendű légfegyveres lövészverseny Gyöngyös városában. Utánpótlás magyar kupa versenyen újra jó eredményt ért el gyöngyösi ökölvívó. Az 52 kg-osok mezőnyében a Bobis Gym gyöngyös versenyzője Molnár Gábor lett a bajnok. A Juhász Roland által felkészített ifjú versenyző a Bobis Gym és a Nehéz Atlétikai Boxklub együttműködéseként rövid idő alatt újra fölkerült a dobogó legfelső fokára. Gábor kezét ezen a versenyen 3 győztes mérkőzésen is a magasba emelték, így kérdés nem fért hozzá, hogy ő lett az 52 kg-os mezőny bajnoka. 22 aranyérmet nyertek a magyar fiatalok a franciaországi normandiai gimnáziádén. Az úszók teljesítettek a legjobban, 35 alkalommal állhattak fel a dobogóra. Középiskolások világjátékán jelen volt Magda Boldizsár, a Vakbottya János Katolikus Középiskola diákja is, aki egyéniben 3 arany, 1 ezüst, illetve csapatban 2 aranyérmet szerzett. A Parafa úszóklub sportolója 100 méter gyorsan, 50 méter pillangón és 3 váltóban is a legjobbnak bizonyult. Egyben a legeredményesebb fiú versenyző lett a magyar mezőnyben. Az eseményen résztvevő fiatalok teljesítményét tekinthetjük akár főpróbának is, hiszen a nyáron komoly megmérettetés vár a korosztályos ifjúsági Európa és világbajnokságon rájuk. Magda Boldizsárnak kiemelkedően jól sikerült a főpróba, bízunk abban, hogy a sikerszéria nyáron tovább folytatódik majd. Befejeződött az NB2-es röplabda bajnoksága, a gyöngyösi röplabdás felnőtt férfi csapata a 4. helyen zárta a bajnokságot. Befejeződött az NB2-es férfi felnőtt röplabda bajnokság. A GRS-e a rájátszásban végül a 4. helyen zárta a 2021-22-es évadot. A csapat új lendületet kapott, sok új, elsősorban
Saját nevelésű fiatal tehette próbára tudását a felnőtt bajnokságban. Farkas László csapatmenedzser évértékelésében büszkén elemezte, hogy sikerült a terveiket megvalósítani és jó évet zárni. Nagyon változatos volt az év, de amit elindítottunk az utánpótlás nevelésben is, hogy a fő célunk az, hogy az utánpótlás korú játékosokat minél többet és minél többször beépíteni a bajnokságba, és majd jövőre, meg az utána következő évben, hogy fel tudják venni a versenyt. Ezt szerintem sikerült megoldani. Tényleg nagyon sok lehetőségeket kaptak, és éltek is vele. Jó mérkőzéseket játszottunk. Igazából itt megpróbáltuk azt, hogy tét nélkül legyen, tehát nem raktunk rájuk tétet, nem volt nagy célkitűzésünk, meg nem úgy mentünk a pályára, hogy csak ezt a meccset végigcsinálni, hanem volt mindig egy taktikai része, amit megpróbáltunk megvalósítani, ez helyjel közel sikerült is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha így nézzük a bajnoki idényt, akkor egy jó bajnoki idényt zártunk ebben az évben. Ez az év sok sérüléssel kezdődött, emiatt be kellett vonnunk az U19-es fiúkat is a játékba, de ez nagyon jól sikerült. A bajnokság végére már szinte állandó tagjai voltak a kezdő csapatnak a Daniel Orravec vezette fiúk. Akkor ezek szerint az azt jelenti, hogy most már lassan kezdenek kiszorítani. Hogy látod, mennyire örülsz annak, hogy inkább már lehet, hogy a klubvezetés is elsődlegesen inkább a szervezői munkába, a sportszakmai kérdésekbe számít majd rád? Örülök neki, hogy végre át lehet adni a stafétát a fiataloknak. Nagyon sokat fejlődtek az idei folyamán. Én pedig többet dolgozhatok a csapatépítéssel és az egyesület dolgaival. Mennyire tudjátok majd megtartani, vagy mi kell majd ahhoz, hogy ezeket a lelkes, ügyes fiatalokat, akik az országos bajnoki döntő ezüstérmeseit meg tudjátok tartani? Daniel Orravec utánpótlás edzőnk szerencsére mindenkivel megtalálja a hangot, nagyon jól motiválja a fiatalokat, a jövő évben is itt marad mindenki közülük a csapatban. A klub felnőtt csapata az elmúlt egy év alatt sokat erősödött, és az utánpótlásban igazolt versenyzők száma is jelentősen megnövekedett. A bajnokságban elért negyedik hely jó alapot jelent a folytatáshoz, és a hamarosan kezdődő nyári strandröplabda szezon elkezdéséhez is. Hamarosan sportmúzeum nyílik majd Gyöngyösen, melynek alapjait Gyöngyösváros baráti körrel rakja le. A most következő percekben kiderül, hol tartanak az első lépésekkel a szervezők. Gyöngyösváros baráti körének kezdeményezése nyomán hamarosan városi sportmúzeum kerül kialakításra. Az elképzelés kitalálója Balázs Ernő volt, a szervezet korábbi elnöke. A stafétát Bekecs Andreának adta át a szervezetben, aki immár elnökasszonyként hasonló lendülettel viszi tovább az elképzelést a mielőbbi megvalósulásig. Előző vezetés egy eredményes pályázatnak köszönhetően 2 millió forintos uniós forrás nyerte a sportmúzeumnak a megvalósítására. Ez a sportcsarnok mellett az aktív házban kerül kialakításra, úgyhogy a forrás biztosított. A hely kialakítása folyamatban van, és ez a jelenlegi rendezvény is arról szól, hogy a sporttal foglalkozó, a sportban eredményt elért városlakók mivel tudják gazdagítani a sportmúzeumnak a gyűjteményét. Kérünk tőlük különböző eredményeikről, relikviákat, vagy valamilyen sportruhát, de hogy egy kicsit korszerűek is legyünk, ezért elindulunk a digitalizáció irányába. Tehát a filmeket, a leírásokat, az információkat és az adatokat a fiatalok által elvárt, majdhogy nem tömörített mappaként digitálisan szeretnénk megjeleníteni, és a mostani megbeszélésnek is pont ez lesz a lényege, hogy milyen formában és hogy kérjük majd, hogy rendelkezésünkre bocsássák azt, amit ki szeretnénk állítani. Az eseményen ritka vendégként köszönthettük Csépe Gabriellát, kétszeres olimpiai úszónőt, aki örömmel támogatta a kezdeményezést, és több az olimpiához kötődő emléktárgyát is felajánlotta a készülő Gyöngyösi Múzeum számára. Nagyon szívesen megnézzük, mi van még, de nagyon szívesen adok a múzeum, hogy ki legyen rakva, és hogy mindenki emlékezzen a volt magyar olimpikonokról, a városunk büszkeségeire. Nem biztos, hogy minden tárgy meg lesz, már nagyon sok tárgy máshol van, szóval lehet azokról videókat készíteni, vagy filmeket készíteni, és azt is be lehet mutatni a múzeumban. Mai fiatalokat mi érdekli jobban?
Hát szerintem azért egy kis tárgyi fényképek mindenképpen, fényképek, tárgyak, de lehet egy ilyen virtual, digitális része, az mindenképpen szerintem élvezetesebbé, vagy inkább modernabbé teszi a múzeumot. Te már azért többszörös anyuka vagy. Milyen helyzet nálatok a sporttal, úgy családon belül egyébként? Igen, hát a sport, mindig nagyon fontosnak tartottam a sportolást, és a gyerekeknek nagyon fontos életüknek, nagyon fontos része. Nem az úszás jött be nekik, én úgy voltam vele, hogy végül is választatok, ami tetszik. Sport az olyannak kell lenni, amit a gyerekek élveznek, szeretik csinálni. A lányom röplabdázott nagyon sokáig, és rengeteg röplabda meccseken, több napos ilyen tournamenteken vettünk részt, a fiam pedig focizik. Köves Péter testnevelő is örömmel fogadta a kezdeményezést, és a sportmúzeum tartalmi kialakításában is szívesen segít. Igazából a város lakók akkor érezik ezt majd magukénak, hogyha ismerőseik, közvetlen érintettjeik is megfigyelhetők, vagy látogathatók lesznek ebben a múzeumban. Itt legnagyobb számban nyilvánvalóan a diák olimpikonok jöhetnek szóba, hiszen nagyon sok sikert értek el az elmúlt évtizedekben a diák olimpikonjaink különböző sportágokban, úgyhogy az egész biztos, hogy gazdagítaná, meg a helyiek számára érdekesebbé tenné ezt a múzeumot, de természetesen nagyon sok olyan sport siker is volt, és mai napig is születnek olyan sikerek, amik megérdemlik azt, hogy publikálják őket. A testnevelő többek között azt is elmondta, Gyöngyösön ma a kézilabda sport tekinthető a város zászlóshajójának. Talán nem eretnekség tőlem, hogy elsőjén a kézilabdát említem a dologban, hiszen a legmagasabb szinten űzhető sportág, a leginkább magas színvonalon kifutási lehetősége van az utánpótlásnak, talán a legszélesebb és a legszínvonalasabb körülmények között versenyeztetett sportágról van szó, de hát ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon sok sikersportág jelen van itt Gyöngyösön a különböző küzdősportoktól, kezdve a búvárúszókig, úszókig, tehát nagyon sok, nem szeretnék én most itt felsorolásba belekezdeni, mert egész biztos, hogy kihagynék sportágokat, tehát nagyon sok olyan siker van. Hát a zászlós hajó, vagy a legfontosabb, hát attól függ, mi a szempont, az eredményesség, vagy a tömegesség, vagy milyen bázis van a háta mögött, hiszen ilyen szempontból a labdarúgás sem nyilvánvalóan lehet elhanyagolni, hiszen rengeteg gyerek rúgja a labdát, és ott is vannak sikerek, úgyhogy azt gondolom, hogy gazdag színes sportilatében van ennek a városnak. Az eseményen a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője, a gyöngyösi származású Sipos Jenő is megjelent, és elmondta, fontos, hogy a sportmúzeum megvalósulásával a fiatalok is tudják, milyen jelentős sportilat folyt a korábbi években a városban. Fontosnak tartom, hogy egy város őrizze meg az értékeit, az emlékeit, és Gyöngyösváros nagyon gazdag sport erekében, emlékekben. Ugye kitűnő sportemberek voltak a városban, akik nagyszerű eredményeket értek el, például olimpiákon, világversenyeken, de az országos bajnokságon is, és a gyöngyösi szurkolóknak, a gyöngyösi sportbarátoknak nagyon sok örömet szerettek ezek a sportolók és ezek a csapatok. Ezért fontos a sportmúzeum gondolata, ezért fontos a sportmúzeum létrehozása, hogy az utókor egyrészt megismerje Gyöngyös sport történelmét, másrészt pedig esetleg támogatást kapjon a fiatal, aki megnézi az erekéket, megnézi ezeket a fényképeket, vagy adott esetben mondjuk a filmbejátszásokat, hogy kedvet kapjon a sportoláshoz, és talán örökítse Gyöngyös sport hírnevét. Én nagyon tiszta szívvel és teljes mellszélességgel állok a gondolat mellett, és mindenképpen támogatom. Természetesen a mai múzeumoknak már követik el a kor kihívásait, gondolok a digitális technikára és egyéb technikai megoldásokra, de mindenképpen olyannak kell lenni, hogy mind a tizenéves fiatalok, mind az idősebb korosztály is megtalálja benne azokat az élményeket, azokat az emlékeket, amire elsősorban kíváncsi, és nem mondjuk vakon bóklászol a tárlatban, hanem legyen eligazítás, de mindenképpen követik el a kor követelményeit. Én biztos vagyok benne, hogy Gyöngyösön vannak olyan szervezők, rendezők és sportbarátok, akik ezt maximálisan meg tudják oldani mindenki megelégedésére, és én már alig várom, hogy sétálhassak ebben a múzeumban. A baráti kör ezúton is szeretné megragadni a lehetőséget és üzenni azoknak, akik szívesen ajánlanak fel különböző sportrelikviákat, ami a város sporttörténelméhez köthető. A sportmúzeum anyaggyűjtése jelenleg is nagy erőkkel zajlik, és a kiállítás formai megjelenítése is kialakulóban van. A szervezők kérik a lakosságot,
hogy a dr. Fejes András sportcsarnokba hozzák a felajánlott relikviákat, ahol katalogizálják és ideiglenesen megőrzik a feldolgozásik a tárgyakat. Műsorunkat folytassuk tovább kézilabdával. Képernyőn a Hedó Bébron Gyöngyös Budakalász Ligakupa döntő első mérkőzésének hosszabb összefoglalóját láthatják a kedves nézők. Szép jó napot, vagy jó estét kívánok, kinek ott tetszik, hiszen most még csak délután 5 óra van a dr. Fejes András sportcsarnokban, ahol hamarosan kezdetét veszi a Magyar Ligakupa döntő, amelyet a pályán lévő csapatok, a Budakalász és a Hedó Bébron Gyöngyös csapatai játszanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy néhány év szünet után a Gyöngyös újra ott van abban a kupasorozat fináléjában, amely azért mindenképpen olyan szempontból büszkesége kell, hogy eltöltse a csapatokat, hogy ebben a ligakupában kizárólag csak magyar játékosok szerepelhetnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egyfajta sportszakmaiság is úgymond kockán forog, vagy forog tétként kockán, hiszen itt valójában a magyar kézilabdázás mutathatja meg magát. Ebben a pillanatban néhány másodperc elkezdődött az első játékrész, a Budakalász csapata viheti az első akciót. A mérkőzés játékvezető páros a Horváth Péter és Marton Balázs. Ami a találkozó előtti érdekességet vagy apropót adhatja, hogy a bajnoki sorozatban 120 órával ezelőtt, azaz 5 nappal ezelőtt ugye a Budakalász volt itt Gyöngyösön bajnoki mérkőzésen. A pikantériája talán ez lehet az első, a kupadöntő első állomásának. A bajnoki mérkőzés, mondhatjuk azt, hogy nagyon magabiztos, nagyon jó játékkal a Gyöngyös abszolvált a győztesként 37-27 arányban. Reméljük, hogy a kupadöntő állomása is már egy, illetve az első állomás egy olyan előre hoz majd lehetőséget a Gyöngyösnek, amely visszavágónál már azért sokat segített. Itt az első találat, Simonics Benjamin a gólszerző, aki egyébként a bajnoki mérkőzésén ez úgynevezett gólgyárosa volt a csapatnak, egyébként egyik legerősebb házi gól királyok közül ott van a top 3-ban Simonics. Én azt gondolom, hogy a csapatok annyiban azért mindenképpen a pénteki naphoz változtak, hogy egyformán 4 helyen, azaz mind a Budakalászban, mind pedig a Gyöngyösben 4-4 játékosnak hát nem jutott szerep itt a Liga Kupában, annál fogva, amit említettem, hogy csak és kizárólag magyar játékosok szerepelhetnek a Liga Kupában. Tőlünk hiányzik Tomics a kapuból, Hamidovics, Márkez és Gyuris. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok gól esett ki így módon. Itt pedig már a Budakalász részéről Schmidt Péter dobja a második találatot. Az a Schmidt Péter, aki egyébként majd ősztől a Gyöngyös csapatát fogja erősíteni. Azért így játszani nem túlságosan egyszerű, hogy azért nyilvánvalóan most a Budakalászért igyekszik majd mindent megtenni, hogy jól szerepeljen az irányító. Mi pedig úgy nézhetünk majd Schmidt Péterre, hogy milyen utódja lehet egy Gyubornyáknak vagy egy Gyurisnak. Hát én azt gondolom, hogy mindkét gyöngyös irányítónk fantasztikus, jó képességekkel bír, és nagyon nagy űrt hagy majd maga után. Itt pedig már a harmadik támadásba belehibázott a Budakalász. Szabad dobás útján még visszakerül a képmezesekhez a labda. Gerdán Tibi kap egy sárga lapot gyorsan. Ezzel együtt ugye a másik oldalon is 4-en hiányoznak, hogy említettem, a gyöngyösieknél Gyánti Barnabás került be Tomics helyére a kapuba, a fiatalok közül pedig Szucsik Benedek, Jaros Olivér kapott szerepet a mostani Liga Kupa mérkőzésen. Ez pedig már belül a játékos, és 7 méterest adnak. Én fordítva ítéltem volna, mert a labdát, ahogy megfogta a Budakalásziak játékosa, Marjó, szerintem már belül állt, hatoson belül jócskán. Na nézzük akkor, hogy lesz-e harmadik Budakalászi gól. Egyébként Hajszára ugyanígy kezdődött a bajnoki mérkőzés is. Itt pedig egy remek védés Nagy Benedektől. Szenzációs, és hát mindig a kapusok azok, akik egy picit át tudják billenteni a kritikus holdponton a csapatot, nyilvánvalóan pozitív értelemben, hogyha jól védenek, és Nagy Benedek most ezt megtette a
A negyedik percben 2-0 vezet a Budakalász, de most már a Gyöngyös viheti a támadását. Ubornyák kezében a labda, Pap. Egedős, az nem jut a labda, de ez szabad dobás. És ott is a sárga lap villan. A kérdés, hogy ki kapja, no? Igen. 23-as a Hopter József. És akkor jött a szabad dobás. Tehát mindössze 4 perc telt el a mérkőzésből, és eddig 2 gólt láthattunk, ez mind budakalászi volt. Egyébként nagyon jól bírta a bajnoki mérkőzésen, és az első 15 percet a Budakalász, és csoknya is vannak, nem is nagyon volt gondja. Aztán ezt követően elég sokszor kezdett el időt kérni, úgyhogy ott már egy kicsit szétesett a csapat. Na nézzük, most lesz-e gól, még nincs passzív, mindig először lecsapják Gábori Máté kezéről a labdát, itt pedig Ubornyák üti ki, és mit előre a labdát, de összeszedik a kékmezesek is. Most Kiskov már a bal oldalra teszi ki, majd Schmidt próbálja összekapni a csapatot, hogy akkor induljunk el egy újabb támadás, egy újabb figura reményében a harmadik megszerzendő gólért. A Budakalászban fiatal játékosok, vagy a harmadik gól sajnos, azt kell, hogy mondjam. 23-assal Hopter József halál be Nagy Benedek kapujába. Szóval a budakalásziaknál Fidel Dominik az új ember, Bíró Benedek, Fóris Roland, valamint Edény Kristóf kapott lehetőséget Csoknyai István helyett. A hiányzó Berényi, Ihalkin, Juri Grikovics és Grogerieszki helyére kerülhettek be ezek a fiatalok a budakalásziakban. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyit fognak játszani, mert azért az is lényeges, hogy aki fiatal bekerül a csapatba, az ugyan a pályán hány percet tölt majd el, vagy éppen hogyan bírják majd ezt a tempót. Azért ne felejtsük el, hogy egy felnőtt NB1-es mérkőzés mindig egészen más energiákat mozgósít meg, mint egy ifjúsági utánpótlás NB1-es találkozó. Ezt már láthattuk sokszor. Most egyelőre egy hosszú figura, áj, de szép volt, de belépett, azt mutatja a játékvezető Vargyó, aki mutogat visszafelé, hogy nem. Hát minden esetre nincs negyedik budakalászi gól. Ubornyák, hoppa, nyakánál fogva lekapja Csisov, illetve nem is Csisov, hanem Dávid Máté, és 2 perc, igen. Ő azt mondja, hogy nem, azért a 2 perc jár. Egyébként Dávid Máté a bajnoki meccsen is összegyűjtötte ez időt, állt a 2 percet. Remélem, hogy a folytatásban is ugyanúgy alakul majd a mérkőzés minden szempontból, mint a Liga Kupa bajnoki mérkőzésen belül. Ubornyák, Pap Bence helyettesíti Mitár Márquez, aki már 100 gól fölött jár a bajnokságban. Én azt gondolom, nem egyszerű feladat, illetve a sérüléséből visszatérő Hamidovicsot pedig Gráf Martin helyettesíti. Hegedűs meg hozza a saját formáját a saját pozíciójában. Tulajdonképpen Egerűs már végig dicsértük itt a tavaszi szezonban mutatott játék alapján. Itt megszerzi a 6. percben a gyöngyösiek első találatát. 3-1-re módosul az állás, még mindig a Budakalász vezet. Egerűs egyébként a bajnokságban a tavaszi szezonban végig nagyszerű formát mutatott, és egyik vezéregyénisége volt a csapatnak. Amiben lényegeset javult Egerűs Márk, az tulajdonképpen a támadás, hiszen a védekezésével eddig sem volt baj, vagy nem lehetett panasz. A támadásban viszont roppant gólerős, tehát itt becsapja Benedeket, sajnos Koncz András. Így megvan a budakalásziak negyedik találat, ember hátrányból teszem hozzá. Ez azért mindenképpen jó teljesítmény a kalásziaknál. Gábori Máté még kicsit gondolkozik, hogy hova tegye labdát, aztán Ubornyákot várasztja. Gráf Martin pedig középső irányítóból balát lövőbe keveredett, és most Gáborinak kéne valahogy bemutatkoznia, de szerencsétlenül ért hozzá, és nem is szerencsére, bocsánat, hanem hatosan belül fogta meg a labdát. Most egy kicsit ellazáskodjuk, azt érzem én legalábbis. Egyébként a 4 évvel ezelőtti Liga Kupa döntőben a Csurgó ellen szerepelt, hogy Gyöngyös is akkor hazai pályán bizony nem volt túlságosan fényes az eredmény, és akkor nem sokan gondolták azt, hogy majd egy Liga Kupa győztes csapatot várhatnak haza a csurgói visszavágó után. Hát most azért június 1-én lesz a visszavágó. Ez is sok, mert hogy lent volt a lába Koncz Andrásnak, ezért nem érvényes a gól. Szóval meglátjuk, Ubornyák, Egerűs mezét húzzák lefelé, sárga lap.
Konc kapja a sárga lapot. Zsinkovics megy le, és Dávid már jön is be, lejárt a 2 perces kiállítás, a 99-es fönn van. Itt pedig lent Csoknyai István edzőt nyugtatják, hogy nem kell kommentál, mondják a játékvezetők, majd ők fújják a sípot. Na nézzük, Pap, Tubornyák. Áj, nagyon lapos az átadás, nehéz vele mit kezdeni, Gráf Martin. Tubornyák, a levegőből még levadásznak. Csiskov szabálytalankodott. Hegedűs vesz a kézbe a labdát, a következő, már a következő időkérés lesz, méghozzá Sándor Ákos, a gyöngyösi csapat oldaláról kér időt. No. Össze kell szedni magunkat, folyamatosan járatni a labdát, ezt mutatja Ákos, illetve talán azt, hogy hol vannak azok a rések, hol vannak azok a támadható pontok, amivel majd további gólokat lehet elérni. Azért eltelt 9 perc, 18 másodperc, és 4-1-re a Budakalász vezet. Hát ezzel együtt én azt gondolom, hogy lesz ez még így se a bajnoki mérkőzésen. Ha jól emlékszem, 11-11 volt az állás, bő negyed óra elteltével, és utána fordult meg a kocka. 9-11! Jó van ez így, csak így tovább, fiúk. Össze kell magunkat szedni, és a második játék közben amennyire lehet lehengerelni a Budakalász fiúkat. Ők sem pihenhettek többet, mint mi. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy Gyöngyösnek komplett abba a fent lévő, mármint a pályán lévő sor, abból a szempontból, hogy ők azért minden NB1-es meccsen játszanak. Na, a játék azért nagy nehezen belefúj a sípba. Némi szurkolói biztatásra. Passzív, lenne nálam, Sinkovics megint gólt szerez. Sinkovics Benjamin harmadik találata, 12-9 a Budakalásziaknak. És az utolsó 5 perc kezdődik meg az első játék részben. Nagyon kellenének a gyöngyösi gólok ahhoz, hogy ne szakadjunk le. Ugye a bajnoki meccsen nem volt gond, mert ilyenkor érkezett Márquez, vagy Hamidovics is egy-egy átlövésből megoldották ezeket a feladatokat. Ugye nyilván ilyenkor megosztja a figyelmet is a védekezésnél, az ellenfélnél egy-egy támadás. Most gyakorlatilag Papp Bence próbálja távoli lövésekkel bombázni a kapust, itt pedig Gubornyák lőtt egy derék magasságú labdát a kapuban. Gubornyák Dávid első gólja a mai mérkőzés során, 10-12 a Budakalásziaknak. No hát akkor kezdjük újra a Budakalász kis Kurusztó kapott labdával. Varjú. Kurusz tovább le a bal szélre, amit visszafelé jön a dob. Filoszki mellett elesik egy budakalászi fiatalember. Méghozzá nem más, mint Koncz András. Filoszki elrendezi a talaj nedvesség szintjét, és törléssel kap egy kis eligazítást Koncz András a játékvezetőtől, hogy lehetőleg ne dobálja magát. Zsinkovics, volt egy kis lépés, gyanú. Koncz egyedül gyönyörű, betörés után szép és eredményes befejezés Koncz Andrástól. Ő 5 gólos már Budakalásziaknál. Kornyák, Gráf, szép, ez is bent van. Most igyekszünk rendesen utolérni a Budakalász, de még mindig 2 gól a kékvezesek előnye. Sinkovics veszi kézbe a labdát. Sinkovics. Fór is a pályán, ha jól látom, 11-es száma először a mérkőzés folyamán. Ő egyébként szintén nem játszott bajnoki meccset, tehát ő itt van most, mint fiatal tehetség, mutatkozik majd be. Na nézzük, Fór is. Most kapná a labdát, de nem. Kis dobja neki végül is, Kis. Hopp, ez egy rossz átadás Kistől. Sinkovics már jött befelé. Ez jó lehet. Azt hittem, hogy kapu felé indul majd Márkó Vas is, de nem. Ubornyák, Gráf. Pap. Helyett Gráf. Ubornyák, nincs meg igazán abda. És
jól mozdult el és jól figyelt Varsondán Milán. Váci a másik irányba, labda is a bal alsó sorokba, úgyhogy nem volt gond, a labda akadálytalanította állóba. Na akkor Varsondán Milán már három gólos, és 12-13 újra szoros az állás. 2,5 perc van hátra az első játék részből. Sinkovics akarja megmászni Viloszkit ilyen magas térdemeléssel. A fogadójátékos sem túl nagy élményt érezhetett ott a hóna alatt az ellenfél térdével. Boris Csiszkov. Kislő, és ez jó, pontosan középre, a bal oldal felé ellépő Márkovszki Pállal, 14-12. Kis Bence, két gólos már. No, akkor most Ubornyák. Hallottunk tőle egy figuraszámot, Gráf, Ubornyák és Pap. Gráf indítja a mozgást, Viloszki is. Hoppá, de szép! Ájj, a befejezés, ez nem sok hiányzott. Ubornyák. Koncentrálni kell, Ubi, mert minden másodperc, minden találat számít. Kis. Sinkovics. Kis. És Fóris. Larjó. Fóris. Sinkovics. Kicsit félent kapja a labdát, Kis. Megint passzívot mutatnak a játékosok. Nagyon hosszú már ez a támadás. Fóris próbál betörni, szabaddobás kihasználni. 7-es a szabaddobás helyett sajnos. Vasics szabálytalankodott. 14-12-es Budakalászi vezetésnél. Másfél perccel vagy egy perccel a vége előtt már, hogy szerencsére csak az első játék rész vége előtt. Koncz érkezik majd a 7 métereshez. Ma már Koncz András két alkalommal dobott gólt 7-esből, akkor nem Merkovszki állt a kapuban. Hopp! Az irány megvolt, a labda viszont gyorsabb volt. Koncz András 6. találata. Egyelőre nagyon eredményes Koncz András. Hozzá kell tegyem, a bajnoki meccsen is ott volt a legjobb góllövők között 7 találattal. Viloszki dobja ki labdát Pap felé, Gráf, Ubornyák. Megpróbál betörni, Sinkovics mellett nem megy. Varsondán, Gráf, Pap Bence. Még egy szabálytalanság, Csiskov nem tudja indítani a támadást. Ugyanis Schmidt szabálytalankodott, illetve nem is Schmidt volt, hanem Hopter. Gráf, Pap Bence. Bornyák, most már lassan nekünk is passzív lenne, Gráf, és ez 7-es. Azért a játékvezetők nem sokat gondolkoznak, hozzáteszem a 7 méteres megítélésénél. Most Hopter Józsefet vélték szabálytalannak, a levegőben kifordította Gráf Martint a lövés pillanatában, ezt minősítették szabálytalannak. Varsondán Milán pedig jött a 7 métereshez, ő sem hibázott ma még 7-est, és a bajnoki mérkőzésen sem. 15 másodperc az első játékrész vége előtt, jó lenne góllal zárni az első 30 percet. Meg is van ez, Varsondán Milán góljával. 4 gólos Varsondán Milán, ki kellene védekezni, de nem sikerül vége. 16-13-mal fordulunk a második játékrészre. És akkor nézzük, hogy majd mire lesz képes a két együttes a Liga Kupa döntő első mérkőzésének második játék részében. Kedves nézőink, akkor folytassuk tovább a második játék részre a Liga Kupa döntő első állomását, így gyöngyösen a Dr. Fejes András sportcsarnokban, ahol a Edo Bébron ellenfel a Sisz Budakalász kézilabda ZRT csapata. Az első játék részben a budakalászieknak 16-szor sikerült gólt elérni, a Gyöngyösnek 13 alkalommal, úgyhogy egyenlőre 3 gólos vendégvezetés birtokában folytathatjuk majd a mérkőzést. Arról már beszélgettünk, hogy a Budakalász a Fehérvár Veszprém
mert a Gyöngyös a Nekát győzte le az elődöntőben. Én azt gondolom, egyik csapatnak sem volt sokkal könnyebb dolga, hogy eljusson a fináléig, ahol mindkét együttes most pillanatnyilag 4-4 játékos kénytelen nélkülözni a normál bajnoki mérkőzésen megszokott kezdő csapataiból, vagy kezdő csapatából. Ugye Csoknya István és Kis Dániel, valami Sándor Ákos próbálják azért forgatni a játékosokat. A Gyöngyösnél alapvetően nagyon sok csere nem volt, talán csak Jaros kapott lehetőséget, mint fiatal játékos, illetve a jobb szélen azért többen is szerencsét próbáltak még mellette. Na és akkor nézzük, hogy a második játékrészben sikerül-e vajon megismételni a bajnoki mérkőzésen nyújtott magabiztos jó teljesítmény, avagy a Budakalász lesz az ellenállóbb. Gráf Martin, Hubornyák. Hopp, Hubornyák ott a levegőből vadászol egy Csisov. Pap. Remek a bejátszás, Egedűs ejtése sajnos most nem jön be. Lehet, hogy egy lövés egyszerűbb lett volna. Azért Egedűs már lőtt gólt az első játékban, ez egy rossz lehúzás Kurusztól, vagy Konztól, bocsánat. Gráf, most újra próbálkozhatunk. Pap. Top. Gráf Martin, ez bent van a helyén. Ahogy kell, hiába repül Váci Dániel elementális lendülettel. Gráf Martin megszerzi a harmadik gólját. 14-16-ra zárkózik a Gyöngyös a Budakalász mögé. Az első fél időben Varsadán Milán volt a legeredményesebb, Gyöngyösi Pap Bencével karöltve, míg a túloldalon egyértelműen Koncz András húzza a csapatot a maga hat találatával. Schmidt, aki már, ahogy említettem, néhány perccel ezelőtt a Gyöngyös csapatában fog majd szerepelni ősztől már, és ugyanígy a Liga kupában is, vagy akár a bajnoki meccsen is helyet kaphat majd a sárga-feketéknél, és az egy szabad dobás csak. Mittet döngöljük bele a földbe. Hát, nekem véleményes, egy picit lehetett volna 7 méteres is, de egyelőre most a sporik velünk vannak, de passzívot mutatnak a játékvezetők. Már csak 4 passz, a levegőből tovább tud menni a betyár mindenes Jinkovics, és így meg is dobja a gólját. 71-es játékosnak ez a negyedik találata, 17-14 a budakalásziaknak. Az kétségtelen tény, hogy van az a gól különbség, amit le lehet dolgozni, ugyanis a Liga Kupa döntő ugye oda-visszavágós találkozó, június 1-én kerül majd sor a visszavágóra, Pap kapufára vágja a labdát, szerencsénkre Varsandász pattan, aki kezéből kicsúszik a labda. A szurkolókat a sarokban valamit jobban láttak, mint milyen messziről, de már pörög tovább a játék. Most egyelőre mind a két csapat bakizik sorra, marad a 17-14-es budakalászi vezetés. Szóval az a kérdés, hogy ma eldőlhet-e a kupa a sorsa. Érzésem szerint nem, nagyon azonos képességű játékosokból állnak a csapatok, közben már belefújnak a síba a mérkőzés játékvezet, úgyhogy szabad dobása a történet vége, és inkább, hogy hiába esik el. Schmidt. Újra Schmidt, és Csiskov küzd Hegedűssel, mindenki a saját igazát próbálja bizonygatni a játékvezetők felé. Schmidt, úgy látom, hogy nagyon passzívig játszanak. Koncz, Sinkovics, Schmidt ellövi labdát, és ez benn van a kapuba. Egyelőre a fiatal Jánti Barnabás sem tudja útját állni a budakalászi góloknak. Hegedűs és belővédekezésért 7-es kapunk azonnal. Hát, így is lehet gólt elérni, ehhez viszont nem más, mint Varsandán Milánra lesz szükségünk. Máci és Varsandán párharca a következő másodpercekben. Hopp! Kicsit a feje fölött, de benne a labda, amit Varsandán kapura lő. A harmadik 7 méteresével már 5 gólos a gyöngyösiek 15-ese. És ez a
15. Gyöngyösi gól is a második játékrész 4. percében. 3 gól van most a budakalásziak javára két csapat között. Schmidt. Grucz. Schmidt egyedül viszi végig. Hát igen, ez is 2 perc lehet, de 7 méteres az biztos. Megedő is ütközte le. Schmidt. Nem tudom, hogy a fejét fogja el jobban. A Kalászi a 24-es és Schmidt Péter, vagy valami más. De aztán már úgy néz ki, rendben van. Egy pici törlés még jöhet, és utána megy a játék. Konc András pedig már várja a lehetőséget, hogy a 4. 7 méteresét is értékesíteni tudja. Konc Gyánti. Ejj! Hallható volt, hogy hozzáért Gyánti, de sajnos a labda túl szárnyalta őt, vagy túl ment rajta, a gól teljesen érvényes. És ez a 7. találata most Konc Andrásnak. 19-15. Egy nagyon-nagyon picit úgy érzem, hogy most lelassultunk, vagy nem nagyon tapjuk meg, vagy találjuk el a fonalat. Jön a szurkoló csapat. Vasics, ez is kimarad. Vilovszky jön be védekezni, Gerdán, Hegedűs, Varsandán, most már mindenkit a fedélzetre vezényel, úgymond Sándor Ákos, és tulajdonképpen egy komplett bajnoki sort láthatunk védekezni. A kérdés, hogy majd a támadásban ki fog bennmaradni, mert azért ezt a játékot is gólra játsszák, úgyhogy itt is nagyon jó lenne a gólt lőni, majd vagy gólokat tudnánk lőni a folytatást illetően. Csiskov, 2 perc. Ha. Hegedűs nevet nagyokat. Nem is Hegedűs, hanem Vilovszky. Minden egyes kiállításnál van külön kommentár mindenkinek, akár a budakalászi, akár a gyöngyösi oldalon. Ez most a gyöngyösi oldalon a második 2 perc a mérkőzés során. Azt nem mondanám, hogy túlságosan durva a mérkőzés, sőt, egyáltalán nem. Viszont most ember hátrányban vagyunk. Schmidt. Konc. Üres a jobb oldal, nem adja ki Sinkovics. Schmidt, még mindig üres a jobb szél, belülre játszás, és Hegedűs, majdnem megszerzi a labdát. Gerdán üti le Csiskovot, csak szabad dobás. Kicsit felpaprikázódott a védelmünk közep, ha úgy érzem. Csiskov ennek talán kevésbé örül. Na akkor újra Konc, Schmidt. Utolsó passz, és most Gyánti véd, 6 perc van hátra a meccsből, és eddig egyenlőre Ubornyákat pihentette jó néhány percen keresztül, úgyhogy véletlenül ő is fölkerül majd a pályára előbb-utóbb, de én úgy gondolom, hogy aki a pályán van, az mindenki maximálisan mindent megtesz azért, hogy nyerjen a csapat. Benne van még ebben a meccsben bőven. Ubornyák jön vissza tehát, és Hegedűs is, illetve Vilovszky is benne a pályán. Egy elég szép kis masszív gárda, azért egy komplett sor az NB1-ben, ezt mindenki elfogadná, nyugodtan mondhatjuk. Vilovszky, Ubornyák. Ubornyák, hoppá! Megint odaüt, szó szerint odaüt Dávid Máté. Hát nem az első, de már az harmadik 2 perc, a szerencsére többet ma már nem fog odaütni senkinek. Az igazság, hogy ez igazán durva sztori az ő részéről. A harmadik pirosnak. Egy nagyon picit lehet, hogy erre ment ki a játék. Összességében azért Dávid már az előző szituációnál az időkérés előtt is nagyon csúnyán rácsapott a bevetődő Mikuszára. Most Ádám csutkán ütötte nemes egyszerűséggel Ubornyákot a labda helyett. Nem túl szép. És akkor nézzük ezt a 2 perces előnyt. Góllá tudja váltani, vagy góra tudja váltani a gyöngyös. Játékvezető kérdezni, mehetünk? Mehetünk, így van. Na még valakinek be kell mennie. Pontosan a kiállított játékosnak, Dávid Mátinak kell teljesen elhagyni a küzdőteret. Tehát ő vagy felül a lelátóra, vagy beül a öltözőbe.
És akkor most jön a sip, és mehet a labda. Kukusza. Ubornyák. Gyaros. Nem mert most betörni, pedig ott volt egy rés. Kukusza. Ubornyák. Vilaszki próbálja tartani a testével az ellenfelet. Ez az, Gyaros Olivér. Szépen levált Csiskovról, és eredményes hajtja végre a támadást. 25-27, két górra zárkózik a Gyöngyös a Bodokalász mögé szépen. Ez egy jó hajrá lesz, akár lehet egy győztes hajrá is, meglátjuk. 1 perc 20 másodpercig ember előnyben a Gyöngyös, de kapust áldoz Csoknyai István mester, úgyhogy így teljes létszámban támadhat a Bodokalász. Konc, Csiskov, Sinkovics kis, ők azért végigjátsszák a mérkőzést elejétől a végéig. Konc, belül a hatoson belül, a védekezésünk is sajnos hetes. Konc hetes és nincs 2 perc, mutatja Budakalászok hatosa, hogy miért nincs 2 perc. Hát dobhat egy hatost, vagy bocsánat, hetest ehelyett. Immár a szám szerint 5. Nagy Benedek a hetesölőnk, remélem, hogy sikerül most ez neki. Nagyon kellene. Gyerünk, Beni. Konc és Nagy Benedek párharca most. Ajj. De jól dobja ez a fiú heteseket sajnos. Nem tudok rá rosszat mondani. 10. gólja Konc Andrásnak egyébként a meccsen ez. 28-25. Lubornyák. Mikusza. Bilovszki. Most is nem vállalt el a betörést, Mikusza, Ubornyák, Bilaszki mutatja magát középen, nem, majd Jaros, ez bent van, szép. Szép. Jaros Orivél második gólja. Ahogy illik, Jaros Olivér higgadtan, és maga biztosan lövi az ilyen lehetőségeket be a kapuba. A második zicserét használja ki 100%-osan Jaros. 26-28. 4 másodperc múlva kiegészülhet a Budakalász. Kevesebb mint 5 perc van hátra a meccsből. Csiskov jön ki a falból, kis Konc. Vele kellene valamit kezdeni, mert ő azért nagyon nyomja a gólokat. Masics mutatja, hogy Rusz beleakaszkodik. Hát van ilyen Konc, nem találja most a egyensúlyát, vagy nem találta. Kis Sinkovics. Jó a bejátszás, hoppot egymáson csúsznak el a budakalászi játékosok, hegedűs bólogat, hogy ő hogy kerül ebbe a 2 perces szituációba, ő azt mondhatja, hogy lökött, mármint a játékvezető. Hegedűs első 2 perces büntetése, a gól érvényes 29-26, és sajnos most mi vagyunk ember hátrányba. Kapaszkodunk, de valahogy mindig egy kicsit elcsúszunk itt a vége felé. Kusza, Ubornya. Jaros. Vasics. Bilovszki. Ubornyák nem tud betörni, Mikusza még megteheti. Ez is hetes. Nyilván a fél csapat belül védekezik most már lassan. Már Ubornyáknál is lehetett volna adni ezt a büntetőt. A gyerünk Milán toljad a heteseket befelé. Most már Marsondán Milán is az 5. lőheti, bocsánat, 4. 7 méterest. 6 gólos Marsondán Milán. És akkor most Váci gondolkozhat azon, hogy most Marsondán hova szeretné lőni. És a bal alsó sarokba. Valahogy a labda mindig gyorsabb, mint a kapus reakciója. Ez is bent van Milánnak, eddig nagyon magabiztos a keze a 7 métereseknél is. 27. percben járunk, 29-27-re a Budakalász vezet. Legalább egy szoros eredmény kellene itt, ahhoz, hogy Budakalászon bármi megtörténhessen. Kis, ez már nálam lépés hibának számít, de csak nálam. Konc. Csiskovnak dugdossák a labdát,
Hát, ez véleményes, igen. Gerdán nyilván nem véletlenül mérges. Sinkovic. Hopp, ez egy csúnya ütés. Gerdántól, igen, igen, igen. Ez nem kérdés. Ezt érdemes visszanézni sajnos. Gerdán Tibi ráütött csuklóval Sinkovicsra. Talán a kettős nézők nem így látták. Én megmondom őszintén, hogyha lenne visszajátszás, akkor meg lehetne nézni. Egyelőre Gerdán Tibinek az első 2 perccel meccsem. Azért fura a szituáció, mert valahogy ugye akkor logikai sorrend szerint a Budakalásznak kellene jönni szabad dobással legalább, vagy valami mással, helyett a Gyöngyös viheti a támadást, ugye kettős ember a hátrányban. Hát mindig vannak érdekes mérkőzések valahogy. Bilovszky. Ő nyilvánvalóan most az időt húzza ezzel a farramászos csellel. Ubornyák szintű, ugye ezt csinálja, gól. De a gólt nem adják meg. Az óra pörög. Egy biztos, a Budakalász szerintem nagyon-nagyon közel áll a mérkőzés megnyeréséhez. Másfél perc van hátra a találkozóból. Bilovszky harcol még ott középen, nagyon Jaros. Ubornyák egyedül próbál betörni, ott nem nagyon fog menni Sinkovics mellett, sőt nem megy egyáltalán, szabad dobás. Egyel gyarapodott a Gyöngyös létszáma, Bilovszky, nincs bent a labda, a fene vigyel, sajnos. Hát igen, ezek kellenének, ezek az utolsó pillanatnyi 100%-os koncentrációk, hogy a meccset hozni tudjuk. Sajnos nem fog sikerülni, ezt én már garantálom. 29-27, 50 másodpercig még emberelőnyben a Budakalász, aki nyilván el fog játszadozni a labdával egy 20 másodpercet. Koncz, Kiskov mutatja magát belül, nem Sinkovics, Kiskov és Varsondán Milan engedi egy Kiskovot maga mellett, 30-27. Itt látható, hogy feladtuk a meccset. Utolsó percen belül vagyunk, már csak szépíteni lehet az eredményen. Nyilván azért fontos lesz, hogy hány gólt kell majd leküzdeni a visszavágón. Egy ejtés, bent a labda, és az érvényes, Ubornyák. 28-30, ez még egy beosztható hátrány, amennyiben a hátralévő 30 másodpercen nem kapunk gólt. Három gól is beosztható, de a kettőt azért sokkal könnyebb. Kis, most kellene egy nagyon határozott védekezés, vagy akár egy kontra akcióban egy gól is jó lenne. Sinkovics mindenki mellett, mellé dobja, tovább engedik a játékvezetők. Meg kell állítani az órát, van 25 másodperc. Időt kér Sándor Ákos, nagyon okosan támadhatunk az egy gól mínuszért. Hát nem semmi, az biztos. Az egészen biztos, ahogy mondtam, hogy a Budakalász megnyeri ezt a mai döntő első fordulóját. Nézzük, mit okoskodnak ki a fiúk. 22 másodperc alatt egész biztos, hogy van lehetőség gólt lőni. A közönségnek is kell a biztatása, a fiúknak is kell a pontos végjátéka. A labda nem csúszhat ki senki kezéből, úgyhogy szurkolunk azért, hogy ez így meg is valósuljék. És akkor június 1-én majd a visszavágón még egy lapáttal rátesznek a fiaink, és ahogy 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, ugyanúgy a visszavágón, akkor Csurgó, most Budakalászon lesz lehetőség kiharcolni a Ligakupa győzelmet. Na hát akkor egy utolsó támadás, és reméljük ez gyöngyösi góllal fejeződik be. Teljes létszámban mindkét csapat a pályán, úgyhogy nem kérdés, hogy itt lehet egy jó akciót végigvinni. Az biztos, hogy gyakorlatilag egy jó figurát kell lejátszani. Hegedűs és Bilovszky van benne. Ubornyák, Marsondán jön ki, Bilovszky záráshoz. Ez megvan, Jaros lent a szélen, Rábori, Jaros, üres a szélünk, Marsondán. Hetest ad a játékvezető, kérem, hetest ad, egy másodperccel a vége előtt. Hát, nyilván a Budakalászi kispadon örjöngenek. Mi pedig, mi 2 percet is ott, hát Varjúnak már ez olyan mindegy, hiszen 1 másodperc van a meccsből.
A következő meccsen ugye nem viszi át ezt a 2 perces büntetőjét. Nekünk viszont Varsandán Milán kezében a lehetőség, hogy -1-re hozza ezt a találkozót. 28-30-as budakalászi vezetésnél. No, a játékvezető valamit mond Varsandának, lehet, hogy időn túli hetes legyen? Nem tudom. Az biztos, hogy sokat nincs lehetőség időzni, mert az 1 másodperc lepörög. Igen, akkor azt beszélték meg a játékvezetővel, hogy mivel 500 másodperc volt hátra, időn túli 7 méteres lesz. Ezt Zsiskovnak is el kell magyarázni. Na és akkor most nézzük Varsandánt és Váci Dániel utolsó párharcát ezen a napon, ezen a meccsen. Bembam! A gól érvényes, 29-30. Varsandán még megbeszéli Vácival azért, hogy mi történt. Hát a füle mellett ment el a labda, de bent van a hálóba. Nem érte veszély a Váci a kapusát. Lehet itt bármit mondani. A végeredmény 30-29, a Budakalász javára, kedves nézőink. Izgalmas visszavágóra kerül majd sor június 1-én Budakalászon. Akkor is várjuk a kedves nézőink figyelmét. Mára búcsúzunk a Dr. Fejes András Porcsarnokból, viszontlátásra, viszonthallásra. Egy nagyon fontos dolog, hogy megnyertük a meccset, hát pénteken nem sikerült, de összességében gratuláció jár mind a két csapatnak, azt gondolom, hogy nagyon kemény és nagyon jó mérkőzést játszottunk a mai napon. Én azt kell mondjam, hogy picit előre léptünk a védekezésben, annak ellenére, hogy most több gólt kaptunk, mint ha jól emlékszem, vagy talán ugyanannyit kaptunk pénteken is, de a körül, de egy picit jobb volt, tehát erre készültünk, hogy hatékonyabbak legyünk, talán jobban megszűrtük a Gyöngyösnek a támadásait. Véguraltuk a mérkőzést, azt kell, hogy mondjam, tehát ez az egy gól, ez csak a legvégén alakult ki, volt 4-5 gólos előnyünk is, tehát azt gondolom, hogy kicsit olyan fura érzéssel mentünk az öltözőbe, de ennek ellenére a fiúkkal azt beszéltük, hogy gyakorlatilag azért jöttünk, hogy egy olyan eredmény szülessen itt ma, ami után reális esélyünk lesz a hazai meccsen. Én azt gondolom, hogy olyan eredmény született, most lehetett volna nagyobb arányjal nyerni, az se garancia arra, hogy megnyerjük a Ligakupát, meg az se, hogyha kikaptunk volna, tehát ez mindenféleképpen nálunk fog eldőlni a visszavágón. Jó meccs volt, tanulni kell ebből is, egy picit értelemszerűen más felállásban játszott mindkét csapat. Érdekes lesz a visszavágó, most kétszer voltunk Gyöngyösen, most várjuk a Gyöngyöséket Kalászon. Először is gratulálok a Budakalász csapatának a győzelemhez. Hát leginkább abban volt más, hogy nem nagyon találtuk most a vendégek 6-os fal ellen az ellenszert, illetve most a mi védekezésünk sem volt olyan feszes, és ezáltal a kapusaink sem tudtak annyit hozzátenni ehhez a mérkőzéshez. Hosszabb lefolyású támadásokkal játszott folyamatosan a Budakalász, és mondhatni, egy kicsit talán belealudtunk. Mindig egy utolsó pillanatos gól, egy már még volt egy falt, még egy passz, és akkor megint kaptunk egy gólt, és nagyon nem tudtuk ezt lereagálni. És ezután mondom, a kapus teljesítményünk sem volt olyan, mint hétvégén. Aztán a sírból visszahoztuk a meccset, mert azért Kalász elutazni egy 5 gólos hátrányba azért az nagyon kemény lett volna. Így is nagyon kemény mérkőzés vár ránk jövő héten, de azt gondolom, hogy ez az egy gól, ez lehet sok is, lehet kevés is, bár mi vagyunk a hátrányba. Nagyon, nagyon érdekes mérkőzés lesz az is. Bízunk benne, hogy a védekezésünk helyreáll, és azáltal a kapusok is hozzá tudnak tenni a mérkőzéshez. És azért ne felejtsük, hogy 2019-ben vendégként hódítottuk el ezt a kupát, úgyhogy bizakodóak vagyunk, dolgozunk tovább, hétvégén egy bajnoki, és utána pedig megyünk Kalászra és játszunk egy jó meccset. Időközben el kell, hogy mondjam, hogy a bajnokságban, a KNTH ligában nagyszerűen szerepel a gyöngyösi együttes, a Dabas otthonában jártak, és magabiztos 2 pontot gyűjtött be Sándor Ákos csapata. A folytatásban még egy bajnoki mérkőzés van hátra a NEKA ellen, valamint a Liga Kupa június 1-i visszavágójára kerül majd sor Budakalászon. Kedves nézőink, ez volt már a Sporthét, stábunk valamennyi tagja nevében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!